Sziasztok! A mai videóban ismételten NES játékokat hoztam, viszont azokat a címeket, amikből készült úgymond hackelt, vagyis egy kalóz változat, vagyis én személy szerint nem is az eredetiket ismertem meg először, hanem a kalóz verzióit. Három cím szerepel a videóban, ebből az első most így, mint láthatjátok, az egy Batman és Flash játék, egy általam Batman és Flash játéknak hit játék, ami valójában a Konami Monster in My Pocket játékából készült módosítás. Viszont ez egy nagyon jó módosítás, mert annak ellenére, hogy egy mód volt, vagyis egy hackert verzió volt, én nagyon szerettem személy szerint ezt a játékot, bár amikor szembe jött velem a Monster in My Pocket, mert ugye előfordult az, hogy nem a módolt verziót rakták egy kazettára, hanem rárakták konkrétan az eredeti játékot úgy, ahogy van, esetleg hiányzott róla a Konami, vagy éppen a megjelenés éve, mert ezt nagyon sűrűn csinálják. Ugye itt látszik is a videó elején, hogy az eredetiben szereplő dátum az 1991, még a módoltban az 1992-re módosult. De ugye mik is azok a hackek? Hát ugye látjátok a hackeken, hogy az is a módokon, mert hívjuk inkább módosításnak, hogy gyakorlatilag van egy jó című, adott esetben a Monster in My Pocket, és akkor fogom magam, én a kis kalóz verziómat úgy alakítom, hogy megtartom a legjobb részeit a játéknak, csak imit tanult elveszek belőle, vagy éppen hozzáteszek. Az adott cím annyiban módosult, hála Istennek a játékmenet minden maradt ugyanaz, nem raktak bele hülye extra részeket, viszont a szörnyeket átszínezték, az eredeti szörnyeket, a főhősöket pedig lecserélték Drakuláról és Frankensteinről, lecserélték Batmanre és Flashre, ami gyakorlatilag a játék értékén nem csökkentett, csak ugye tévünk a visz, mert ez nem egy Batman és Flash játék, de viszont élvezetes az eredeti játék is, és a módosítás is. A videóban, majd a későbbiek folyamán szerepelni fog olyan cím is, amint oda érkezünk, amin látszik majd, hogy hát ez vicc. De ezt a játékot így is bátran, nyugodtan végig tudod, nyugodt szívvel végig tudod tolni, mert ugye a történet nem módosult, annyiban viszont kár érte, hogy nem az eredeti ismered meg azáltal, hogy játszol vele, hanem egy Batman és Flash játéknak hiszed, ahogy én, de valójában nem az. Viszont játékmenet első osztályú, pörgős, szórakoztató a pályák, és a fő bosszok nagyon jók, szóval szerettem magát a módot is, mert gyakorlatilag a Monster in My Pocket játék nekünk nem volt meg, csak a Batman és Flash játék. De hát ugye a hackek nagy ártalma ez, hogy félrevezetik az adott játékost, vagy a címmel kapcsolatban, vagy a főhőssel kapcsolatban, de ezt a játékot így is tudom ajánlani, annak ellenére, hogy ez egy mód. Hát ugye most így le is zárhatjuk a hackek meg a módok fogalmát. Következő játékunk, hát ez brutál, ugye aki ismeri a Super Contrát vagy a Contrát, az egyből levágja, amikor meglátja a módját, ami Darkwing Duck játék. Hát na, itt az a fajta módolás, ami totál. Ez egy idiótaság ez a játék, mert gyakorlatilag, ha találkoztál az eredeti Darkwing Duck játékkal, ugye úgy tünteti föl, aki előállította ezt a játékot, hogy ez a Darkwing Duck 2, de nem, ez csak egy Super Contra mód, ahol állatkínzó módjára majmok krokodilokat nyírkálsz ki az első pályán. Szóval, na, ugye vannak a minőségi hackek, ahol tényleg a játékmenet semmi nincs megpiszkálva, vagy hogy is mondjam, érdemes volt hozzányúlni,
visszatérnék a Batman és Flash játékra, de ez a Dark Universe játék, ez rettenet. Ugye tartott a kontrának a pörgős játékmeneték, viszont csak annyiban tettek a játékhoz, hogy Dark Universe-ra gyújták a történetet, és lecserélték a katonákat ilyen zöld krokodilokra, meg a piros katonákat gránátot dobáló majmokra. Fő ellenségek is gyakorlatilag az eredeti kontrából vannak, és egyértelműen, amikor vett valaki egy ilyen kazettát, és megkapta ezt a játékot, szörnyűködött rajta, hogy gyakorlatilag a szuper kontra helyett egy ilyen amorf állati lények kell végig harcolni a pályát. Ez nem. Itt igen, az erős nem kategória. De haladjunk is tovább a videóban, és ugye most jön az a fajta mód, mikor úgy használnak fel egy karaktert, hogy az ismerettségre alapozva próbálják eladni, egy új köntösbe bújtatva, és ez a videóban is látszik, hogy nem más, mint a Super Mario, akit így Jackie Chan-re gyúrtak. Hát igen, a Jackie Chan játékot alakítottak át. Super Mario játék, ez borzalom. Borzalom, ismételten egy borzadvány. Eredeti Jackie Chan játék még jó is mutat, mert gyakorlatilag Jackie Chan gesztusait próbálták utánozni benne, de ez a Super Mario kungfura gyúrva, ez már erős túlzás, és nem értem a miértjét, hogy miért kellett ez, de mint kiderül azért, mert hogy a Super Mario játékot akarok csinálni, akkor hozzányúlok egy mászkáló címhez, de miért pont egy verekedős játék címéhez, viszont itt már elős módok vannak, itt már saját ellenfeleket gyúrtak bele, kerültek bele olyan karakterek, ami az eredeti játékban nincsenek benne, nem csak átszínezték, konkrétan lecserélték egyes pályaszakaszban szereplő ellenfeleket. Jó, a legtöbbje maradt, meg ugye a bónuszpálya is maradt, csak hogy nem értem. Kung Fu Mario. Borzalom. De hát ugye le is kellett tisztázni a módolt, meg a hackert játékok fogalmát, mert ugye jelen vannak, főleg az, hogy a Famicom klónokon nagyon sűrűn előfordul az, hogy ne talán egy régi játékból csinálnak egy modernebb karakterre gyújt játékot. Ilyenre próbálok kitérni, mint a Pokémon játékok, vagy találkoztam Toy Story-val, vagy esetleg még Pindult Pandorok játékkal is, pedig akkor még kanyarban sem voltak, amikor ezek a gémek írtak, hát így oldották meg, hogy bele nyúkálgattak csak fölöslegesen, mert nem tudom, hogy ki az, aki Kung Fu Mario-ra vágyik, hát borzalom. Szóval ugye három hackert játék, láthatjátok is, hogy Kína hozzá, amit ígér, adok is, megveszek el. Na ugye, véget ért a kis videónk. Remélem, élveztétek a kis bemutatót, és várjátok a változásokat. Sziasztok!